Robbanásszerű változás indult el az autóiparba, ahol a detonátor szerepét a Tesla elektromos autóinak sikere, illetve a Volkswagen dízel botránya játszotta. A változás mindig jó lehetőségeket hordoz magába, ami különösen igaz a kereskedésbe. Mai videónkban a Tesla árfolyam görbéjét tekintjük el. Mielőtt elmerülnénk az árfolyam görbe rejtelmeibe, hallgassuk meg, mit gondol az elektromos autózásról Schuster Lóránt és a P-mobil. Ennél lényegre törőbben az elektromos autózás eszenciáját összefoglalni nehéz, de mi most figyelmünket az árfolyam görbére fókuszáljuk. Amit most látunk, az nem más, mint a Tesla 7-es árfolyam görbéje. Az én világképem szerint 2015-ben már megtört a Tesla emelkedő trendje, azóta a 7-es grafikonon alacsonyabb csúcsok, alacsonyabb mélypontok alakultak ki, ami bizony már a csökkenő trendnek a jellegzetessége. A legutóbbi nagy emelkedés az én világképem szerint nem más, mint az előző csökkenő hullámnak a korrekciója, és mivel hogy az árfolyam görbe már inkább csökkenő trendben van, nagyobb a valószínűsége annak, hogy a csökkenő, lefele tartó hullámok lesznek a hosszabbak, így egy trendkövető kereskedő, mint ahogy mi ezt a portfólió trader szobában is tesszük, Tesla esetében inkább eladási pozíciókat keres. A napos grafikonra fókuszálva, az elmúlt hónapok mozgását vizsgálva, csökkenő momentumot, csökkenő lendületet azonosíthatunk, itt is alacsonyabb csúcsok, alacsonyabb mélypontok alakultak ki az árfolyam görbén, sőt, egy csökkenő trendvonal mentén oldalazgat az árfolyam lefelé. Ebben a szituációban milyen kereskedési lehetőséget tudunk azonosítani? Egyrésztről csökkenő trendbe az emelkedés az jó eladási lehetőséget kínál. A Tesla esetében az én világom szerint a 218-216-os zóna, itt a Fibonacci szintek, illetve a csökkenő trendvonal találkozása, az egy erős ellenállás, ahol vélhetően többen a eladói oldalra fognak lépni. Illetve, hogyha valaki inkább a piaci lendülettel szeretne menni, és nem tacolva egy emelkedő hullámba beleadni, akkor számára esetleges 190 dolláros szint letörése jelenthet egy eladási jelzést, amúgy különben, ami a lefele menetet illeti, tágtere van a lejtmenetek a Tesla esetében, hiszen a első igazán komoly támaszszint a 150 dollár alatt található. Hova menjünk, hogyha Tesla részvényekkel szeretnénk kereskedni? Természetesen a Portfolio Trader oldalra, ahol mindent megtalálunk, ami kereskedés vagy befektetés. Itt a online deviza szekcióra kattintsunk, és az Alpha Trader nevű szolgáltatás esetében devizák mellett részvények is elérhetők CFD formában. A CFD az egy olyan termék, amely segítségével az árfolyam csökkenések is meglovagolhatóak mindenféle időkorlát nélkül. Köszönöm szépen a figyelmet, Bence Balázst hallották.